Sziasztok fiúk, sziasztok lányok, itt a Boulevard Gaming, és nagyon nagy öröm, örömömre szolgál az, hogy bejelenthetem nektek, hogy elkészült a My Summer Car magyarítása, és ebben a videóban fogom nektek megmutatni azt, hogy hogyan is tudjátok majd a magyarítást használni, és hogyan kell feltelepíteni a, a, a használatához szükséges modlodert. Majd a, majd a leírásban megkapjátok a Google Drive-os linket a Motloderhez és maga a magyarításhoz is. Miután letöltitek majd a Motlodert, kicsomagoljátok, csomagoljátok, akkor ugye föltelepítitek a számítónk épetekre, és az nagyon-nagyon fontos, mert nekem nem rakott ki parancsikont, hogyha véletlenül nektek se rakna, akkor úgy tudjátok megtalálni a játék, tehát maga a mododert, hogy számítógép név, tudjátok, hogy C, user számítógép név, abdata, lokál temp, és abban a tempben lesz egy TC mappa és abban a TC mappában ezek találhatók. Itt kiválasztjátok ezt. Jobb egérgomb, küldés és asztal parancsikon létrehozása. Ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy ezt mindenképpen tegyétek meg, mert, mert ugye akkor nem lesz parancsikonotok, és akkor nem tudjátok elindítani hogyha véletlenül nem raknak ki. Na, és miután feltelepítettétek, hogyha kirakott parancscsikont, akkor, akkor ezt, ezt a lépést ugye logikusan kihagyhatjátok. Akkor elindítjátok a modlodert, és itt baloldalt ebben ezt a gombot kiválasztjátok, rákattintotok, és itt megkeresitek a számítógépeteken, hogy hova van telepítve maga a játék. Tehát nekem ide van, mint látjátok az útvonalat, itt majd rákattintotok az exe fájra, vagy duplán kattintotok rá, vagy pedig egyszer, hogy legyen sötétkék, vagy ilyen világosabb kék, és akkor megnyitás. És hogyha ezt ö, megcsináltátok, akkor a számítógép létrehozott nektek egy mód mappát méghozzá a user, számítógép név, documents és my summer car. És ebben a my summer car mappában lesz egy -e, hogy módsz és akkor ebben a, vagy ebbe a mappába kell bemásolni a magyarítás található fájlokat. És akkor ennyi is, ezt miután megtettétek, akkor ugye az fontos, hogy utána csak ez, ezzel a modmodellrel indítsátok a játékot, tehát nem a Steam által létrehozott parancstikonnal itt akkor kiválasztjátok ezt a jobb szélsőt, és akkor elindul majd a játék. És minden láthatjátok majd, hogy sajnos nem sikerült száz százalékra magyarítás, nem sikerült mindent lefordítanunk, de nagyon remélem, hogy így is sok örömet okozunk nektek. Éppen pedig elindítjátok ugye játékot, vagy új játékot kezdtek, vagy ugye continue. Az fontos, hogy nem kell feltétlenül új játékot kezdeni, mert ez nem befolyásolja a mentett játékotokat. És mint, és mint látjátok már, a játék már magyarra is vált. Tehát a, izé, a, a, grafikai be -be beállítások is, autónk Játékos irányítás is, hát majdnem százszázalékos, de én mondom, nagyon-nagyon remélem, hogy sok örömötök lesz benne. Na skacok, nagyon-nagyon szépen köszöntem a figyelmet, és remélem sok-sok örömötök tellik majd a játék közben. És nagyon-nagyon szeretném megköszönni a magyarításban részvet Tednek, Perinek, Kómának, Lajosnak és Picip Pepének a segítséget, az ő nevüket is majd megtaláljátok a leírásban. Na, skacok, nagyon szépen köszöntem a figyelmet és jó szórakozást a játékhoz. Cső, cső, szevasztok!